Új színfolt született a felsőfokú kiadói szakemberképzésben. A Bölcsészettudományi Kar Kulturális Örökség és Humán Információ Tudományi Tanszékének kiadó szakirányos hallgatói ugyanis megalapították a Primaver tankiadót, melynek első nyilvános bemutatkozására május 7-én került sor. Ez 2011-ben indult már, az alapképzésen ez már volt a Primaver nevével és logójával, de igazából így maga a kiadó 2013-ban alakult, mikor a mesterképzésre átvitték ezt a kiadói ismeretek szakirányt. És hát 11-en vagyunk most jelen pillanatban, ebben vannak másodévesek, akik idén már végeznek, és igaz, nekik még csak specializáció volt ez a kiadói ismeretek, nekünk viszont már négyünknek a szakunk is. A tankiadó célkitűzése olyan könyvtörténeti ritkaságok megjelentetése, főként elektronikus formában, amelyek az adott szakterületen belül különleges ismeretekkel gazdagítják a hazai kínálatot. A hallgatók gyakorlatorientált képzésben vesznek részt, így testközelben találkozhatnak a könyvkiadók világával, gyarapíthatják szakmai tudásukat. Többféle sorozatunk van, tudománytörténeti, ipartörténeti, művelődéstörténeti, és akkor a Zékarvalis László tanár úr a tanszékünknek és ugye ennek a kiadói szakiránynak a vezetője válogatja össze általában a műveket, és akkor ezek után mi választhatunk a közül, hogy melyiket szeretnénk, tehát hogy kinek milyen téma kedve, vagy a szakdolgozatos téma könyvtörténet. Én például bőriparral kapcsolatos könyvekről készítettem. És ugye itt azért nagyon jó a munka, mert gyakorlatban is megtanuljuk, tehát mi készítettük el a borítókat, mi tördeltük, tehát minden apró folyamat, ami mi munkánk, meg a mi hozzánk kapcsolódik. Úgyhogy így valósan is az életben megtapasztalhattuk, hogy milyen egy ilyen kiadványt létrehozni. Május 7-én az érdeklődők megismerhették a kiadó honlapját, és 9 önálló kiadványát az ipartól kezdve egészen a tudománytörténetig. A Primaver további tervei között szerepel, hogy a következő évfolyamok munkájának eredményeképp a jövőben újabb művelődéstörténeti unikumokkal jelentkezzenek. A Közelgő Könyvfesztivál a június 12-e, illetve 16-a között szeretnénk megjelentetni nyomtatott formában is a gondozott kiadványainkat. Ugye jelenleg 9 gondozott kiadványról van szó, illetve azt is tervezzük, hogy egyéb szerzők, például Szent Iványi Róbertnek, akinek ugye elég mély a szegedi vonatkozása, a további műveit is szeretnénk feltárni, először elektronikus formában kiadni, majd, hogyha van rá igény, akkor azt is nyomtatott formában.